Negyedik rész. Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztusnak szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Ami pedig egyéb iránt a sáfárokban megkívántatik az, hogy mindenik hívnek találtassék. Rám nézve pedig igen csekély dolog, hogy ti tőletek ítéltessen meg, vagy emberi ítéletnaptól, sőt, magam sem ítélem meg magamat, mert semmit sem tudok magamra, de nem ebben vagyok megigazulva, aki ugyanis engem megítél, az Úr az. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jő az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szívnek tanácsait, és akkor mindenkinek az Istentől lészen a dicsérete. Ezeket pedig atyám fiai példában szabtam magamra és Apollósra ti érettetek, hogy rajtunk tanuljátok meg, hogy annak felette, ami írva van, nem kell bölcselkedni, hogy senki se fuvalkodjék fel az egyikért a másik ellen. Mert kicsoda különböztet meg téged? Mit van ugyanis, amit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Immár beteltetek, immár meggazdagodtatok, nálunk nélkül uralkodásra jutottatok. Vaj, ha csak ugyan uralkodásra jutottatok volna, hogy mi is veletek egybe uralkodhatnánk. Mert úgy vélem, hogy az Isten minket, az apostolokat utolsókul állított, mint egy halálra szántakul, mert látványossága lettünk a világnak úgy angyaloknak, mint embereknek. Mi bolondok a Krisztusért, ti pedig bölcsek a Krisztusban. Mi erőtlenek, ti pedig erősek. Ti dicsőségesek, mi pedig gyalázatosak. Mindez ideig éhezünk is, szomjuhozunk is, mezítelenkedünk is, bántalmaztatunk is, bujdosunk is, fáradozunk is, tulajdon kezünkkel munkálkodván, ha szidalommal illettetünk, jót kívánunk, ha háborúságot szenvedünk, békességgel tűrjük. Ha gyaláztatunk, könyörgünk. Szinte a világ szemetjévé lettünk, mindeneknek söpredékévé egész mostanig. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem mint szerelmes gyermekeimet intelek. Mert ha 10 000 tanító mesteretek lenne is a Krisztusban, de nem sok atyátok, mert tőlem vagytok a Krisztus Jézusban az evangélium által. Kérlek azért titeket, legyetek az én követőim. Azért küldtem hozzátok Timóteust, ki nékem szeretett és hű fiam az Úrban, aki eszetekbe juttatja néktek az én útjaimat a Krisztusban, amint mindenütt, minden gyülekezetben tanítok. De mintha el sem mennék ti hozzátok, úgy felfuvalkodtak némelyek. Pedig elmegyek hamarosan hozzátok, ha az Úr akarándja, és megismerem a felfuvalkodottaknak nem a beszédjét, hanem az erejét. Mert nem beszédben áll az Istenek országa, hanem erőben. Mit akartok? Vesszővel menjek én hozzátok, avagy szeretettel és szelídségnek szellemével. 6. rész. Merészel valaki ti közületek, ha peres dolga van a másikkal az igaztalanok előtt törvénykezni, és nem a szentek előtt? Nem tudjátok-e, hogy a szentek a világot ítélik meg? És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-e a legkisebb dolgokban való ítéletekre? Nem tudjátok-e, hogy angyalokat fogunk ítélni, nemhogy életszükségre való dolgokat? Azért, ha életszükségre való dolgok felől van törvénykezéstek, akik a gyülekezetben legalább valók, azokat ültessétek le. Megszégyenítéstekre mondom. Hát nincs ti köztetek egy bölcs ember sem, aki ítéletet tehetne az ő atyafiai között, hanem atyafival törvénykezik, mégpedig hitetlenek előtt? Egyáltalában már az is gyarlóság ti bennetek, hogy törvénykeztek egymással. Miért nem szenveditek inkább a bántalmazást? Miért nem tűritek inkább a kárt? Sőt, ti okoztok bántalmazást és kárt, mégpedig atyátok fiainak. Avagy nem tudjátok-e, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek! Se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se puják, se férfi szeplősítők, se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát. Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattatok,
de megszenteltettetek, de megigazítattatok az Úr Jézusnak nevében, és a mi Istenünknek szelleme által. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de én nem adatom valakinek hatalma alá. Az eledelek a hasnak, és a has az eledeleknek rendeltetett. Az Isten pedig mind ezt, mind amazokat eltörli. A test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek. Az Isten pedig az Urat is feltámasztotta, minket is feltámaszt az ő hatalma által. Nem tudjátok hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagja. Elszakítván hát a Krisztus tagját, paráznának tagjaivá tegyem? Távol legyen. Avagy nem tudjátok hogy aki paráznával egyesül, egy test vele, mert ketten lesznek úgymond egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik. Avagy nem tudjátok hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellemnek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és szellemetekben, amelyek az Istenéi. Hetedik rész. Amik felől pedig írtatok nekem, jó a férfiúnak asszonyt nem illetni. De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdonfelesége legyen, és minden asszonynak tulajdonférje. A feleségének adja meg a férje köteles jó akaratot, hasonlóképpen a feleség is a férjének. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje, hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást, hanem ha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a bőjtölésre és az imádkozásra. Azután ismét együvé térjetek, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket, mivel hogy magatokat meg nem tartóztathatjátok. Ezt pedig kedvezésképpen mondom, nem parancsolat szerint. Mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is, de kinek-kinek tulajdon kegyelmi ajándéka vagyon Istentől, egynek így, másnak pedig úgy. Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nékik, ha úgy maradhatnak, mint én is. De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek, mert jobb házasságban élni, mint égni. Azoknak pedig, akik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne váljék. Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével, és a férj se bocsássa el a feleségét. Egyebeknek pedig én mondom, nem az Úr, ha valamely atyafinak hitetlen felesége van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt. És amely asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt. Mert megvan szentelve a hitetlen férj az ő feleségében, és megvan szentelve a hitetlen asszony az ő férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek. Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el. Nem vettetett szolgaság alá a keresztény férfiú vagy asszony az ilyen dolgokban, de békességre hívott minket az Isten. Mert mit tudott te asszony, ha megmentheted a férjedet, vagy mit tudott te férfiú, ha megmentheted a feleségedet? Csak amint kinek-kinek adta az Isten, amint kit-kit elhívott az Úr, úgy járjon, és minden gyülekezetben eképpen rendelkezem. Körülmetélten hivatott el valaki? Ne fedezze el azt. Körülmetéletlenül hivatott el valaki, ne metélkedjék körül. A körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is semmi, hanem Isten parancsolatainak megtartása. Kiki amely hivatásban hivatott el, abban maradjon. Szolgai állapotban hivattál el? Ne gondolj vele, sőt, ha szabad lehetsz is, inkább élj azzal. Mert az Úrban elhívott szolga az Úrnak szabadosa. Hasonlóképpen, aki szabadságban hivatott el, Krisztusnak szolgálja. Áron vétettetek meg, ne legyetek embereknek szolgái. Kiki, amiben elhivatott atyám fiai, abban maradjon meg az Isten előtt.
A hajadonok felől nincs ugyan parancsolatom az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint aki irgalmasságot nyertem az Úrtól, hogy hitelre méltó legyek. Úgy ítélem azért, hogy jó ez a jelen való szükség miatt, hogy tudnélik, jó az embernek úgy maradni. Feleséghez kötettél? Ne keres elválást. Megszabadultál feleségettől? Ne keres feleséget. De ha veszel is feleséget, nem vétkezel. És a férjhez megy is a hajadon, nem vétkezik, de az ilyeneknek háborúságuk lesz a testben, én pedig kedveznék nektek. Ezt pedig azért mondom, atyám fiai, mert az idő rövidre van szabva ezen túl. Azért, akiknek van is feleségük, úgy legyenek, mintha nem volna. És akik sírnak, mintha nem sírnának. És akik vigadnak, mintha nem vigadnának. Akik vesznek, mintha semmiük sem volna. És akik élnek-e világgal, mintha nem élnének, mert elmúlik-e világnak ábrázatja. Azt akarnám pedig, hogy ti gond nélkül legyetek. Aki házasság nélkül van, arra visel gondot, ami az Úré, mi módon kedveskedhessék az Úrnak. Aki pedig feleséget vett, a világiakra visel gondot, mi módon kedveskedhessék a feleségének. Különbözik egymástól az asszony és a hajadon. Aki nem ment férjhez, az Úr dolgaira visel gondot, hogy szent legyen mind testében, mind szellemében. Aki pedig férjhez ment, a világiakra visel gondot, mi módon kedveskedhessék a férjének. Ez pedig a ti hasznotokra mondom, nem hogy tört vessek nektek, hanem hogy illendőképpen és álhatatosan ragaszkodjatok az Úrhoz háboríthatatlanul. De ha valaki szégyennek tartja az ő hajadon leányára, ha virágzó idejét múlja, és úgy kell történnie, amint akar, azt cselekedje. Nem vétkezik. Menjenek férjhez. Aki pedig szilárdan áll a szívében, és a szükség nem kényszeríti, hatalma pedig van a tulajdon akarata fölött, és azt végezte el szívében, hogy megtartja hajadon leányát, jól cselekszi. Azért, aki férjhez adja, az is jól cselekszi, de aki nem adja férjhez, még jobban cselekszi. Az asszony törvény köti, míg férje él, de ha férje meghal, szabadon férjhez mehet, akihez akar, csak hogy az Úrban. De boldogabb, ha úgy marad, az én véleményem szerint, pedig hiszem, hogy én bennem is Istennek szel. 8. rész. A bálvány áldozatok felől pedig tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismeretünk. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. Hanem ha valaki az Isten szereti, az ismertetik ő tőle. Tehát a bálvány áldozati hús evése felől tudjuk, hogy egy bálvány sincs a világon, és hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy. Mert ha vannak is úgynevezett istenek akár az égben, akár a földön, amint hogy van sok Isten és sok Úr, mindazáltal nekünk egy Istenünk van. Az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő benne, és egy Urunk, a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is ő általa. De nem mindenkiben van meg ez az ismeret. Sőt, némelyek a bálvány felől való lelkiismeretük szerint mind mai napig, mint bálvány áldozatot eszik, és az ő lelkiismeretük, mivel hogy erőtelen, megfertőztetik. Pedig az eledel nem tesz minket kedvesekké Isten előtt. Mert ha eszünk is, nem leszünk gazdagabbak. Ha nem eszünk is, nem leszünk szegényebbek. Te meglássátok, hogy ez a ti szabadságotok valamiképpen botránkozásokra ne legyen az erőteleneknek. Mert ha valaki meglát téged, akinek ismereted van, hogy a bálvány templomnál vendégeskedel, annak lelki ismerete, mivel hogy erőtelen, nem arra indítatik éj, hogy megegye a bálvány áldozatot. És a te ismereted miatt elkárhozik a te erőtelen atyád fia, akiért Krisztus meghalt. Így aztán, mikor az atyafiak ellen vétkeztek, és az ő erőtelen lelkiismeretüket megsértitek, a Krisztus ellen vétkeztek. Annak okáért, ha eledel botránkoztatja meg az én atyám fiát, inkább soha nem eszem húst, hogy az én atyám fiát meg ne botránkoztassam.